Figyelek, kész. Az utolsó rajt ebben a szezonban. Véget ért ugyanis a kajakosok és a kenusok számára az idény. A Graboplasz Győr versenyzői remekeltek. Nem csak a felnőttek az olimpia, a világ és az Európa-bajnokságon, hanem a különböző korosztályokban is eredményesek voltak a gyerekek. Így aztán a GVS-e idén is ott lesz a szakosztályok közötti pontverseny élmezőnyében. Amire még büszkék lehetnek Győrben, hogy többen sportolnak az egyesületnél, mint a pandémia előtt. Nálunk az a titok, hogy mi nem ijedtünk meg annyira a Covid-tól és a lehetőségeken belül, természetesen betartva minden egészségügyi szabályozást, próbáltuk megteremteni azokat a edzés lehetőségeket, amik minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a versenyzők készüljenek, és ez azért ennek híre ment, és egyre több versenyző jött hozzánk kajakozni és kenuzni is, és a másik dolog az, hogy új utánpótlás edzők álltak be a rendszerbe, Csaj Renáta, Tokár Krisztián révén, akik az elmúlt években még nagyobb versenyzőkkel foglalkoztak, vagy versenyeztek, és újabb lehetőségek teremtődtek arra, hogy még több gyerekkel foglalkozzunk. A sportolók természetesen az utolsó verseny után is edzésben maradnak. Amíg tehetik, kint vannak a vízen, aztán ha már nagyon rossz idő lesz, akkor konditermi edzések, futás és úszás szerepel elsősorban a programban a Tammedence mellett.